Sziasztok, Peti vagyok és a Zava Group Media csatornát nézitek. A legutóbbi videónk hatalmas mennyiségű kérdés áradatot indított meg mifelénk, miszerint ugye beszéltünk a jogosítványról, és sokan megkérdezték azt, hogy de mi van akkor, hogyha ők otthon nyilván olcsóbban szeretnék megcsinálni a jogosítványukat, mint itt kint Németországban új jogosítványt vagy egy új kategóriát hozzáfűzni. Ha érdekel a téma, maradjatok velünk, indul az intro, és ez időt ad nektek, hogy megnyomjátok a kis feliratkozó gombot meg a harangot, hogy a következő videókról is információt kaphassatok. Kezdjünk is bele! A kérdésre két válasz létezik, egy rövid és egy hosszú. A rövid válaszhoz tartozó kérdés az, hogy megcsinálhatod-e jogosítványodat otthon Magyarországon, hogyha életvitelszerűen élsz itt Németországban, a válasz pedig az, hogy nem. A Fahrenheit-Abnisfer Ordnung 7. paragrafusa egyértelműen kimondja, hogyha több mint 6 hónapon át élsz Németországban életvitelszerűen, tehát több mint 185 napja vagy Németországban, akkor nem csinálhatsz jogosítványt, és nem egészítheted ki a jogosítványodat újabb kategóriával külföldön. Ezt ugye alapvetően nem is német törvény, hanem egy EU-s törvényből van leszármaztatva, mégpedig azért, hogy megszűnjön az úgynevezett jogosítványturizmus, amikor a németek is erőszeretettel mentek inkább Csehországba, Lengyelországba jogosítványt csinálni, mert lényegesen olcsóbb, mint itt Németországban. Ez volt az egyszerű része, de ha belemegyünk mélyebben, akkor ez pontosan mit is jelent számotokra? Ha te kijössz Németországba dolgozni, és nyilván előtte több évet éltél Magyarországon, még nem érted el a 6 hónapot, 185 napot, akkor azonnal hazamész, megcsinálod a jogosítványt, figyelem, a jogosítvány kiállítása számít, tehát nem az, hogy lejár 3 nap múlva a 185 nap és beiratkozol otthon egy autós iskolába, hanem az számít, hogy mikor kapod meg a jogosítványt, tehát úgy kell időzíteni, hogy a 185 nap lejárta előtt megkapd a magyarországi jogosítványodat. Mi van akkor, hogyha eltelt már a fél év, kinnélsz Németországban, és mégis szeretnél mindenáron Magyarországon jogosítványt csinálni? Egy elég komoly rizikóban mész bele, mert hogyha elkapnak, és kiderül, hogy te már a 6 hónapon túl való itt élés után Magyarországon csináltál jogosítványt, akkor ezt a jogosítványt a rendőrök be fogják vonni. Mit tudnál tenni? A törvény teljesen egyértelmű. A dolgod az volna, hogy itten Németországot elhagyod, innen kijelentkezel, fontos, kijelentkezel. Magyarországon bejelentkezel méghozzá fő lakcímen. Ott le kell élned megint 185 napot, tehát fél évet, és utána szerezheted meg a jogosítványt. Ugye nagyon fontos, hogy ez az Európai Unióra vonatkozik. Most, hogy például az angolok kiléptek az Európai Unióból, még számomra sem egészen tisztázott, hogy az hogy fog működni, mert az Európai Uniós jogszabály ugye csak az Európai Unióban lévő országukra vonatkozik. Bár, hogyha logikusan végig gondoljuk, akkor feltehetően az Európai Unión kívüli országoknál még ráadásul sokkal jobban fognak a rendőrök ellenőrizni. Ugye azt tudjuk, hogy Európán kívüli országban élő személyeknek 6 hónap után mindenképpen új német úgynevezett európai jogosítványt kell igényelniük. Teljesen mindegy, hogy ők most vizsgáznak vagy nem vizsgáznak. Tehát gyakorlatilag az ő számukra is, hogyha itt élnek 6 hónapja, és még nem igényelték meg az európai jogosítványt, akkor bukta, az autót leállítják, a jogosítványt elveszik, és onnantól sétálhatsz haza.
Úgyhogy ennyi volt. Mivel ez a videó ilyen nagyon-nagyon rövid, ezért megmutatom nektek, hogy hogy készül el a zöld háttér a következő percekben. Maradjatok itt, és még egyszer feliratkozás, like gomb, kis harang és megosztás. Légy szíves, osszátok meg a videót, azzal segítetek a legtöbbet, hogyha ez a videó eljut minél több emberhez. Köszönöm szépen, sziasztok, találkozunk legközelebb is. Szevasztok, Peti vagyok. Megint eltelt két hét. Elég szarú vagyok, de videót kell csinálni. Nem tudom, mi lesz ebből ma. Vagy hogy egyáltalán lesz-e belőle valami. Basszus. Mi a tököm? Mi a fene? Figyelj már. Fura a látásom. Na jó, nincs idő nyavajogni. Összerakjuk a zöld hátteret, és akkor nekünk forgatni. Először is kell a hangtechnika. Basszus, de fáj a nyakam. Valami rohadtul nem stimmel. Oh. Fejem is fáj. Na, sziasztok. Ó. Oh. És a hallásommal is valami történt. Érdekes. Hát jó. De nem tudom, mint hogyha a hallásommal is lenne valami, meg mondom, a látásommal is, de fene se érti. Na jó. Akkor elsőnek leeresszük a redőnyt. Meg leengedjük a zöld hátteret. És akkor bekapcsoljuk a stúdiólámpákat, pontosabban azt ott fönt. Nézd oda! Teljesen össze vagyok zavarodva. Ja. Jó. Elővesszük a kamerát. Úgy nagyjából. Így kellenek a stúdiófények.
Egyszer. Kell neki egy hosszabbító. Kell a másik. Ennek is adunk áramot. Jó. És akkor adunk ennek is áramot. Így. Jó. És akkor fölrakjuk a kamerát. De hol a fenébe van a kamera? Mert jó, és akkor van nekünk egy green screen ellenőrző programunk. Amivel láthatjuk, hogy hol vannak világosabb és sötétebb részei, és ha eltekerem a lámpát, meg közelebb viszem, akkor az a lényeg, hogy valahogy így nagy felület egyöntetően legyen bevilágítva. Ezzel is közelebb megyünk. Így valahogy. Az előbb jobb volt. Igen. Alacsonyan jó, nagyon hájon se rossz, közepesen, meg egyenesen majdnem, hogy fasza. Így valahogy. Jó, ott a tetejével lehetne még valamit csinálni. De úgyse vagyok olyan nagyon magas, és ezek a lámpák nem elég erősek ahhoz, hogy fölérjen. Jó. Na, akkor már csak meg kéne találni azt a nyomoronc kamerát valahol.